A Pannon Televízió esti híradóját látják, Friedrich Ertruth vagyok, köszöntöm a nézőket. Április 14-e van Tibor névnapja. 174 éve a Magyar Országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, és Kossuth Lajost kormányzóvá választotta. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei röviden. Ma van az ortodox nagypéntek. Milorad Dodikkal találkozott Aleksandar Vučić. Elkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója Topolyán. Időnként több órás várakozást tapasztaltak a nap folyamán az utasok a szerb-magyar határszakaszon. És ezen a napon szokták a családok festeni a tojásokat. A templomokban egy közös körmenet során veszik elő a leplet, a plastanicát, amelyre Jézus Krisztus keresztről való levétele és sírba helyezése van ráhímezve. A templom közepén az úgynevezett Krisztus sírjába helyezik el. Az esti órákban vigíliát tartanak. A leplet a feltámadás ünnepén viszik be az oltárhoz, ahol az Úr mennybe menetelének előestéig áll. Iznosi se iz oltara sa najsvetijeg mesta i postavlja se, polaže se zapravo u Hristov grob. Na toj plaštanici su izobraženi, pored gospoda, dakle i oni najbliži učenici koji su ostali tu prilikom njegovog stradanja. Između ostalog i Josif iz Arimateje koji ga je pomazao mirisima i koji je dao svoj novi grob da se gospod položi. Dakle, u taj grob koji simbolično imamo u našoj crkvi, polažemo tu plaštanicu i ona to biva na bogosluženju večernjeg Velikog petka. Milorad Dodikkal találkozott Aleksandar Vučić. A boszniai szerb köztársaság elnöke megköszönte a szerb államfőnek, hogy mindig talál időt a beszélgetésre. Dodik ismertette a boszniai szerb köztársaság problémáit. Szerinte egyesek a boszniai szerb köztársaság alkotmányos helyzetét szeretnék megváltoztatni. Ezzel kapcsolatban Dodik azt mondta, a függetlenség kikiáltásának megfontolásával védekeznének. Hozzátette, ők csak a Daytoni megállapodás az entitás alkotmányának, valamint Bosznia-Hercegovina integritásának tiszteletben tartását követelik, amivel a szerb államfő is egyetértett. Aleksandar Vučić elmondta, bővül azoknak a boszniai szerb községeknek a száma, amelyeket a szerb állam pénzügyi támogatásban részesít. Konačno krećemo u realizaciju dva memorijalna centra, jednog u Donjoj Gradini, a 23. ćemo imati i skup i obeležavanje stradanja srpskog naroda u Jasenovcu, baš u Donjoj Gradini, na teritoriji Republike Srpske, i jednog memorijalnog centra u Beogradu, posvećenog jasenovačkim žrtvama. Određena su nadležna ministarstva, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kojima će se time baviti. A ROSU koszovói különleges rendőri alakulat tagjai behatoltak a Zubin-Potok községhez tartozó Babudovicán egy szerb családházába. Médiaértesülések szerint egy testvérpár házáról van szó, amelyet átkutattak, de az alakulat tagjai a faluba való bejutást is megakadályozták. A helyieket felzaklatta az akció, és elmondások szerint a testvérpárnál már korábban is jártak a ROSU egységei. Az akció háttere egyelőre nem ismert. A szerb kormány Koszovó ügyi irodája közleményében ítélte el az akciót. Miért várta meg a koszovói rendőrség éppen nagypénteket, hogy végrehajtsa a házkutatást, teszik fel a kérdést a közleményben. Véleményük szerint Pristina nem véletlenül választotta ezt a fontos ortodox napot. Nyugtalanságot és aggodalmat akarnak kelteni a szerbek körében, különösen Koszovó északi részén. Magyarország győzött a Szerbia és Magyarország vezető tisztjeinek sport találkozóján Topolyán. A Magyar Honvédség csapatát Ruszin-Szendi Romulus parancsnok vezette, míg a szerb katonaság csapatát Betárt Svetkovitja, a katonaság vezérkari főnökének helyettese. A szerb katonaság és a Magyar Honvédség magasrangú tisztjei labdarúgásban mérték össze erejüket a TSC pályáján. Ez volt a 12. meccsük. A sporteseményt már 2015 óta megszervezik. Ez csak az egyik a két fegyveres erő számos kétoldalú tevékenysége közül. A találkozás célja a két ország közötti jószomszédi kapcsolatok és a két fegyveres erő bilaterális kapcsolatainak mélyítése. Elkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója Topolyán. Az elkövetkező napokban 12 előadást láthat a közönség, melyeket szakmai zsűri értékel. Az előadásokra belépés ingyenes, a zsűrizés és a kerekasztal beszélgetés is nyitott mindenki számára. A Mara Amatőr Színház 21 évét bemutató tárlat megnyitójával kezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 27. találkozója Topolyán. 2002-ben megalakult a Mara, amely azóta is megállás nélkül, tehát aktívan dolgozik. 21 év alatt 23 előadást vitt színre, és hát szeretnénk ezt a tempót megtartani a jövőben is. A színház teremben Sörfőző Károly a társulat vezetője, Szatmári Adrián topolyai polgármester és Sárközi István, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Molnár Ferenc 1-2-3 című vígjátékát mutatta be a Mara. Én a főszerepet játszom benne, Norison úr szerepét, aki egy bank lánc tulajdonos lényegében, és az előadás egy nagyon pörgős óráját fedi le. Talán van rengeteg fordulattal és rengeteg trükkös megoldással. A darabot Jankovics Andrea rendezte. Milyen szép! Kedves öreg rá! Most pedig úgy gondoltam, hogy egy kicsit a fiataloknak is adok több lehetőséget, ugyanis 4-en közülük a Művészeti Akadémiára készülnek, idén 3-an fölvételiznek, és hát olyan darabot kerestem tulajdonképpen, ami klasszikus, viszont jó humorú. Április 22-ig 12 előadást láthat a közönség. Szombattól folytatódik majd a versenyprogram, egészen csütörtökig fog tartani, tehát jövő hét csütörtökön zárul maga a versenyprogram. Napi szinten lesznek előadások, és a versenyprogram lezárul, tehát követően pedig a pénteki napon egy gyereknapra is sor kerül, amikor a helyi, tehát a topolyai mosolycsaló gyermekszínjátszó csoport is bemutatja saját előadását. Az esemény ünnepélyes díjkiosztóval és a Zentai Magyar Kamaraszínház vendégjátékával zárul. Nézzük a híradó további témáit. Oláh K. Tamás első verses kötetét mutatták be Óbecsén. Akciót hajtott végre az orvhalászat ellen a Vajdaság Erdői Közvállalat a Belügyminisztériummal közösen. Torlódást és időnként több órás várakozást tapasztaltak a nap folyamán az utasok a szerb-magyar határszakaszon Magyarország irányába. Az ünnepi időszakban április 17-éig 7 órától éjfélig fogadja az utazókat a Bácsalmási közúti határátkelőhely. A hosszabbított nyitvatartás csak pénteken, szombaton és vasárnap érvényes. Április 18-áig hosszabbított nyitvatartással 7 és 22 óra között fogadja az utasokat a Királyhalom-Ásodhalom közúti határátkelőhely. A hét mindennapján, és még hétfőn is. Minden rendelkezésre álló kiléptető kapun folyamatosan engedték át Szerbiából Magyarország felé az autósokat pénteken Horgosnál. Jelentős torlódás alakult ki pénteken a kora délutáni órákban a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhelyen a Szerbiából kilépő oldalon Magyarország irányába. Időnként a két határ közötti rész is megtelt, nagyjából 3 óra hosszat kellett várakozni a Magyarországra történő belépésre. Az autósok között legtöbb volt a szerbiai ortodox hívő, akik közül sokan magyarországi üdülőhelyekre, gyógyfürdőkbe utaztak a hosszú húsvéti hétvégére, de sokan várakoztak magyarországi bevásárló turisták is, akik a szabadkai ócskapiacon jártak, illetve megindultak visszafelé a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások is a tavaszi szünet végeztével. Hasonlóan nagy várakozás alakult ki a nap folyamán a Horgosröszke közúti átkelőn és a Kelebia-Tompa átjárón is, a többi kisebb határátkelőhelyen nem volt jelentősebb torlódás. Egyébként csak a Magyarországra belépő utasok vehették igénybe a Horgos-Röszke közúti határátkelőhelyet pénteken 14 óra után. Szerbia felé ott szünetelt a forgalom, ennek célja, hogy csökkentsék a várakozási időt Magyarország irányába. A magyarországi üdülőhelyek többsége és főképp a főváros Budapest ilyenkor elsősorban a belgrádiak körében népszerű. Putujemo tako, turistički. I šta ćete raditi u Budimpešti? Kao turisti ponašat ćemo se turistički. Šta kažete za ovu gužvu tu na graničnim prelazima? Normalna stvar, šta to ima veze. I ljudi putuju, ima nas dosta koji putujemo i zato je gužva. Šta? Šta mislite koliko ćete čekati tu između dve granice? Ne znam, evo me čekaju ovi sad. Ajde, srećan put. Hvala. Hvala. Voltak, akik Észak-Macedóniából indultak meg egy hosszú külföldi hétvégére. Pa idemo za Austriju i Skopje putujemo. Šta ćete u Austriji da radite? Pa da prošetamo malo, ali ova gužva se ne isplati ovako da se maltretira čovjek. Malo ovako za praznični vikend, za Uskrs? Da, praznični vikend, za Uskrs, da se prošetamo, ali evo već 2 sati ovdje. Čekamo, a još kuzna koliko će da čekamo. Az illetékesek szerint ennél nagyobb torlódásra kell számítani a Szerbiából kilépő oldalon az ortodox húsvéti ünnepek elmúltával, amikor a Nyugat-Európában dolgozó vendégmunkások visszaindulnak vasárnap délután és a hétfői nap folyamán. A szabadkai fűtési szezon a tervek szerint április 15-éig, vagyis holnapig tart, azonban az évszakhoz képest alacsonyabb hőmérséklet miatt a távfűtés továbbra is működik majd, közölte a szabadkai távfűtőművek. A városi határozat értelmében mindaddig, amíg a 21 órakor mért hőmérséklet 3 egymást követő napon 12 fok alatt lesz, a távhőrendszer készenléti állapotban lesz. Az idei szezonban a szabadkai cégnek a gázfogyasztásban is volt megtakarítása. Mintegy 2 millió köbméterrel kevesebb gázt használtak fel, ami minden bizonnyal a lényegesen enyhébb télnek és a fűtőelemek nagyobb igénybevételét nem igénylő hőmérsékletnek tudható be. Az Anyanyelv Ápolók Szövetségének Magyar Nyelv Hete alkalmából szervezett vajdasági rendezvény sorozata keretében egyben a Magyar Költészet Napja alkalmából is tegnap este az Óbecsei Népkönyvtárban bemutatták Oláh K. Tamás Kifulladás után című első verseskötetét. A Fórum könyvkiadó gondozásában megjelent verseskönyvről a Sinkó Ervin irodalmi díjas szerzővel a kötet szerkesztője, Bicskei Gabriella beszélgetett. Én nagyon lassan, sokáig, sőt mondhatom azt is, hogy nehezen írok, és nagyon nehezen engedtem el ezeket a szövegeket. Nem kötetet terveztem írni, hanem íródtak ezek a szövegek, íródtak ezek a versek, talán azt mondhatom, hogy 10 éven keresztül. És ehhez képest viszonylag kevés vers van ebben a kötetben, kikristályosodik végül is, letisztulnak ezek a színek, és utána összeáll egy olyan rendszer, ami aztán végül is egy kötetté tud szerveződni. Hát nyilván feltárulkozás is, de az, hogy mennyit mutat meg magából a szerző, mennyit játszik az olvasóval, és mennyit bíz az olvasó képzeletére, az talán a legizgalmasabb dolog az irodalomban. Közös akciót hajtott végre az orvhalászat ellen a Vajdaság Erdői Közvállalat a Belügyminisztériummal. A megmozdulás a Dunán és a Száván zajlott 174 kilométernyi partszakaszon. Az akcióval az illegális halászat ellen küzdöttek az illetékesek. Kiemelt feladatnak tartják a vizek halállományának megőrzését. A bejárt területek a ponty és a süllő szempontjából fontos ívóhelyeknek számítanak. Kókai Roland, a Vajdaság Erdői Közvállalat igazgatója kiemelte, törekedtek megakadályozni a halívás tönkretételét a folyókhoz kapcsolódó kisebb vizeken is. Ez egy ideális hely a ponty halívásának, valamint a meg nem engedett tevékenységeknek, a halászoknak, ezért a Szerénységben ma este a fókusz ezen a két kanálison van, itt próbáljuk megadályozni a halívás tönkretételét. Az akcióban 23 halőr vett részt, korszerű éjszakai megfigyelési eszközöket, hőkamerákat és szonárokat is használtak a hálók észlelésére. Zajedničku inicijativu javnog preduzeća Vojvodina šume i Ministarstva unutrašnjih poslova organizovana je jedna ovakva akcija na međunarodnim plovnim rekama koja nedvosmisleno pokazuje da Republika Srbija i svi njeni državni organi nadležni za borbu protiv kriminala sprovode akciju borbe protiv kriminala na svim nivoima i da je zaštita životne sredine jedan od njenih prioriteta. A közvállalat vezetősége abban bízik, hogy a jövőben tovább erősödik az együttműködés, és gyakrabban tudják majd megszervezni az ilyen jellegű tevékenységeket a belügyminisztériummal közösen. Dosadašnje akcije su bile uspešne, ali očekujemo da će biti još uspešnije. Znači prvi put ova akcija od 2023. godine i verovatno i svih narednih godina će biti uz učešće još dve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Több halfajra, többek között a pontyra is jelenleg tilalom van érvényben. Az illetékesek ennek betartását szigorúan ellenőrzik. Két gólos előnyből öngólokkal bukta el a győzelmet a Manchester United a Sevilla ellen a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjében. A párharc első mérkőzése 2-2-es eredménnyel zárult. A Juventus közben küzdelmes mérkőzésen 1-0-ra verte a vendég Sportingot, míg a Ferencvárost búcsúztató Bayern Leverkusen hazai pályán 1-1-re végzett a belga Union Saint-Gilloával. A holland Feyenoord is pályára lépett csütörtökön, és 1-0-ra le is győzte a vendég AS Rómát. A sorozat döntőjére a Puskás arénában kerül majd sor május 31-én. A híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt híreink. Ma van az ortodox nagypéntek. Milorad Dodikkal találkozott Aleksandar Vučić. Elkezdődött a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója Topolyán. Időnként több órás várakozást tapasztaltak a nap folyamán az utasok a szerb-magyar határszakaszon. Köszönjük figyelmünket, további hírek és információk honlapunkon, a pannon.rtv.com-on. További jó tévézést kívánok, szép estét, viszontlátásra!